Köszöntöm Önöket, Hírháttér című műsorunkat látják. Csak nem 3 hónap kihagyás után, tegnap ismét összeült a mosonmagyaróvári képviselőtestület, és 48 napi rendi pontot tárgyaltak. Ez alkalomból pedig dr. Árva István polgármester úr a vendégünk. Köszönjük szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat. Hát egy igazán maratoni képviselőtestületi ülést tudhat maga mögött a testület, hiszen 48 napi rendi pontot tárgyaltak. Milyen volt ismét visszatérni a díszterembe 3 hónap kihagyás után? Én jártam ott ez alatt az időszak alatt is. Hát gyűjtögettem nekik, tehát ugye ezeknek a napi rendeknek egy jó részét nyilván polgármesteri hatáskörben is el lehetett volna ez alatt az időszak alatt dönteni. Rengeteg beszámoló gyűlt össze cégektől, legkülönfélébb önkormányzati intézményektől, rendőrségtől, amik végül is határidőhöz különösebben nem kötöttek, főleg így, hogy a céges beszámolóknak az elfogadási határidejét a május 31-ről szeptember 30-ára tolták. Úgyhogy szépen megvártuk a testületet, hogy igazából ezeket a közösséget érintő legfontosabb kérdéseket most már testületi vitába lehessen eldönteni. Kicsit furcsa volt most ugye ez a millió. Idáig úgy dolgoztunk, hogy egy szűk szakmai stáb előkészítette ezeket a döntéseket, és nem tudom, talán ennél nagyobb számú polgármesteri határozat és rendeletalkotás született ez alatt az időszak alatt. Hát mindenkit örömmel köszöntöttünk a teremben, és hát remélem, hogy most már nem is kell megszakítanunk ebben az évben ezt az ülésezési rendet. Első napi rendi pontként pedig rögtön beszámoltak arról, hogy milyen polgármesteri intézkedések, döntések születtek itt a veszélyhelyzet ide alatt. Mit lehet ezekről tudni, mik voltak azok a fő irányvonalak, amik a városnak az életét meghatározták az elmúlt 3 hónapban? Tekintettel arra, hogy az új demokrácia 30 évében ilyen nem fordult elő, azért az egyik napról a másikra nem volt egy egyszerűen kezelhető ügy. Magyarán azt hiszem március 19-én talán még ülésezett a képviselőtestület. Arról kiderült, hogy az ülés már nem volt szabályos, tehát azokat a döntéseket polgármesteri határozattal kellett megerősíteni, és onnantól kezdve, hogy jöttek a határidőhöz kötött, vagy a járvánnyal kapcsolatos rendkívüli intézkedések. Hát nagy része ezzel kapcsolatos, hisz az óvodák, bölcsödék bezártak, a közétkeztetés abban a pillanatban megszűnt, úgyhogy ennek a rendjét szabályozni kellett. Aztán jöttek ugye azok az időszakok, amikor a polgármester hétvégén változtathatott, szigoríthatott a fennálló szabályokon, ugye ehhez kellett egy kicsit idomítani a dolgokat. Tehát ezek a mindennapi életkörébe tartozó döntések voltak. Aztán voltak olyan határidők, amik nem tűrtek halasztást, némely tulajdonosi hozzájárulás kiadása, kötelező határidőknek a el nem tolt kötelező határidők betartása. Úgyhogy ez volt a napi rutin közben, hogy figyelni kellett, hogy hogyan alakulnak itt az önkormányzat berkein belül a különféle intézményeknek a belső működése, vagy nem működése, ugye ehhez is igazodni kellett. Mindenkinek más profilja van ilyen szempontból. Itt van a Flash központ, ugye, aki innentől kezdve nem tudott rendezvényekkel foglalkozni. A házban nem engedhetett be senkit, vagy ott az óvoda bölcsödék, ahol gyakorlatilag gyermek nélkül ilyen felújítási és takarítási feladatokat lehetett csak elvégezni. Úgyhogy egyik legfontosabb feladat az volt, hogy hogyan lehet azt technikailag is lebonyolítani, hogy a munkahelyeket meg tudjuk tartani. És ugye itt a szabadságok kiadásával, munkaidő keret alkalmazásával és minden egyéb lehetőséggel élni kellett, hiszen ez volt az elsődleges cél. És nyilván ez a veszélyhelyzeti időszak nagyban befolyásolja a városnak az ezévi költségvetését is. Ugye, amit már január-februárban általában minden településen elfogadnak, megtörténik az előretervezés. Miként változik Mosonmagyaróvár költségvetése? Milyen változásokra számítanak, ami befolyásolhatja a városlakók, illetve a város életét és az önkormányzat munkáját?
Ez volt a második nagy csomag, amit most a testület megtárgyalt. Először a 2019 év zárszámadását áttekintette, magyarán, hogy honnan indultunk neki a 2020-nak. Ez most azért is fontos, mert azt lehetett bemutatni, hogy viszonylag szilárd alapokról indultunk, komoly tartalékokkal, nagy ívű fejlesztési célokkal. Tehát magyarán egy jó kondícióban levő város érte ez a stressz, ami gyakorlatilag abból adódik, hogy tehát nem is a vészhelyzeti védekezés összes költsége az, ami magas, hisz bemutattuk ezt, van egy Európai Uniós segélyalap, amihez folyamodni lehetett ebben a dologban, tehát bemutattuk azt, hogy ez mennyit tett ki, 56 millió forintot, vagy közel ekkora összeget sikerült összegyűjteni úgy forintálisan, amennyi közvetlenül a védekezés költségeire fordítódott. Tehát ezt bátran kigazdálkodta volna a város. A másik része ugye az volt, hogy a központi védekezéshez is hozzá kellett adni erőket. Ennek ürügyén ugye a gépjármű adóhelyben maradó részét elvonták. A veszélyhelyzeti védekezéssel kapcsolatban is hoztak egy-két olyan intézkedést, ami alapján nem lehetett közterület használni, díjat szedni, parkolási díjat szedni, ugye azért ezek komoly bevételek az önkormányzatnak. Ezt de tudjuk ezek egyébként számszerűsíteni, hogy körülbelül mekkora kiesés lehet? Hát ez összességében egy 200 millió forint körüli összeg lehet. Na most még ennek a Moson-Magyaróvári költségvetésnek ez sem okozott volna különösebben gondot. Ugye ami most a problémát okozza azt, hogy a helyi adók vonatkozásában a bevallási befizetési határidők eltolásával, ami ugye a gazdaság védelmét szolgálja ilyen szempontból, jobban mondva a stressztűrő képességét próbálja egy picit javítani a gazdaság szereplőinek. Ez az önkormányzatra vetítve ugye azt jelenti, hogy azok a típusú bevételeink, amikből szabadon gazdálkodhattunk, azok nem a megszokott rendben és nem a megszokott mértékben fognak idén befolyni. Ugye azért itt a likviditását az önkormányzat ezekből biztosítja, tehát nem már régóta nem kölcsönből, meg egyéb más ügyekből, hanem ebből a májusi, szeptemberi, decemberi befizetésekből, ugye a március az megtörtént rendben. Úgyhogy ez az, amit igazából számba kellett venni. 4300 adózónk van durván, akik bevallást adnak be minden évben. Őnekik ugye május 31-ig be kellett volna vallaniuk a fizetendőket. Alig a fele vallotta be, és még kevesebb fizetett. Úgyhogy ugye ez semmi jót nem jelent ilyen szempontból, a álmos könyvek szerint se. Úgyhogy évvégére kivetítve próbáltunk egy képzett számot létrehozni, ezt most ugye senki nem tudja megmondani, hisz a befizetési határidőkön túl részletfizetési kedvezményekkel és egyéb más kedvezményekkel is élhetnek a cégek. De most le kellett ülni és eldönteni, hogy na körülbelül mi az, ami be fog folyni évvégéig, és az milyen ütemezésben, tehát mit lehet arra vállalni, hisz ha elvégeztetünk egy munkát, azt nekünk illik kifizetni, tehát a vállalkozás azt elvárja, hogy mi határidőre fizessünk. Most ezek után készült ugye egy veszélyhelyzeti költségvetés, amiben úgy összességében egy 800-900 millió forintos lyukat kellett ugye valahogy befoltozni. Ez részben a működés oldalán, tehát az intézményi működés oldalán sikerülhet, hisz azért ott az ellátottak számának a csökkenése, a dologi kiadások csökkenése azért hoz magával egy kiadáscsökkenést is. Másrészt a fejlesztések vonatkozásában kellett ezt felmérni, hogy mi az, amit így júliusban egyáltalán érdemes elindítani, és ha érdemes elindítani, akkor be tudjuk-e fejezni, ha be tudjuk fejezni, akkor ki tudjuk-e fizetni. Úgyhogy ennek az áldozatául esett azért elég sok tervezett beruházásunk, de a lényeg azok a nagy beruházások, amik pályázathoz kötődtek, és 19-20-21-be zárulnak, azok mind folyamatában mennek. Ezekhez megítélt költségvetési támogatás rendelkezésre áll. Idén is fogunk tudni azért utat építeni, idén is fogunk tudni azért járdát építeni, még a lakóútpályázatos utcákkal is lehet, hogy újra tudunk foglalkozni, bár őket előzetesen kiértesítettük, hogy sajnos ebben az évben ezek valószínűleg nem kerülnek sorra. Most
úgy látom, hogy azért lehet, hogy ez is szóba kerülhet. Tehát azért az intézményekben nagyjából belül rendben vagyunk, kívül belül rendben vagyunk, óvodáink, bölcsödénk gyönyörűek, felújítottak. Tehát azt mondom, hogy ilyen szempontból ezt a 2020-at, ha egy kicsit így, hogy mondjam, összehúzzuk magunkat, akkor a 21-ben már a korábbi lendülettel mehetünk előre. Sikerült egyébként a helyi cégekkel egyeztetni, hogy ez a veszélyhelyzet, illetve a munkakimaradás, vagy a termelésleállás mennyire érintette őket? Hát ugye 4300-al nyilván nem lehet. Itt a 60 legnagyobb az, amelyik az érdekes. Azok közül is azok, akik nem eltolt gazdasági évvel, tehát a normál rendben adóznak. Hát ugye érthető, tehát ha valakinek van egy kedvezmény lehetősége, már csak annyi, hogy nem kell májusig küszködnie a bevallás elkészítésével, hanem jó lesz az majd valamikor ősszel, és akkor ezzel élnek. Ha részletfizetés kedvezményt lehet kérni, vagy adóelengedést lehet kérni, akkor nyilván élnek. Még a legnagyobbak is, azok is, akiknek milliárdok vannak a bankszámláján. Úgyhogy azért ezek a típusú intézkedések, amik ilyen, hogy mondjam, így szétterítik ennek az egésznek a felelősségét, azért mindig felvetik azt a kérdést, hogy miért nem előzi meg ezt egy komolyabb vizsgálat, és miért nem koncentrál azokra, akik valóban nehéz helyzetbe kerültek, hisz hát tudjuk, azért mindegyikünk látta, a turizmus, vendéglátás és a szolgáltatásoknak egy széles köre gyakorlatilag ellehetetlenült. Azok a termelőüzemek vagy építőipar, stb., amelyek menet közben szinte változatlanul működött, az ezt a támogatást valójában nem igény. A kiskereskedelem dübörgött, hisz mindenki bevásárolt még többet is, mint amit kellene, mármint az élelmiszer kiskereskedelemre gondolok. Úgyhogy nem szabad ezeket végső soron, vagy nem szabadna ezeket az intézkedéseket végső soron válogatás nélkül alkalmaztatni mindenkire, de hát ugye itt a válogatás még mindig időbe kerül, és mindig szubjektív dolgokat von előre, ezért ez az objektív felelősségi forma így gyakorlatilag így az önkormányzatra visszazuhant. Gondolom valamennyi önkormányzatot hasonlóan érinti. Ott, ahol a helyi adók súlya nagyobb, mint úgy általában, ott érzékenyebben, ahol több normatív támogatással, kevesebb helyi adóval mennek előre, ott kevesebbet. Mert meg kell említenem azt, hogy a normatív támogatásaink nem csökkentek. Tehát független attól, hogy a bölcsödében, óvodában nem tudtunk dolgozni, tehát gyakorlatilag igazából nem járt volna a normatív támogatás erre az időszakra, ugyanúgy megkaptuk az ellátáshoz szükséges normatív támogatást, ami túlnyomó részt ugye a munkabéreket fedezi ezen a területen. Ez a 800-900 milliós forintos kiesés, amit előbb említett, az a legrosszabb forgatókönyv egyébként, vagy... Hát olyan nagyon nem javulhat az a helyzet, mert mondom, július van. Tehát amit most elhatároztunk, hogy megcsináljuk, azt indítani kell. Most ha szeptember 30-án, vagy hát szeptember 30-a után mondjuk így, a bevallások feldolgozás után azt fogjuk látni, hogy lényegesen jobb a helyzet, ugye a beruházást indítani szeptember 30-án már nem lehet. Akkor elvileg ugye azt lehet csinálni, hogy azokra a civil szervezeti támogatásokra, amiknek egy részét most lefeleztük, tekintettel arra, hogy az első félévi programok értelemszerűen meghiúsultak, és már csak egy második félévi etapnak van a finanszírozási igénye, azokra újra vissza lehet térni, és akkor esetleg ott, ahol működési zavarokat látunk, mert ugye azért a civil szervezetek jó része igen jelentős önkormányzati támogatásból tartja fenn magát. Tehát nagyon kevés az, amelyik saját lábán megáll. Tehát ott, ahol működési zavarokat látunk, ott akkor vissza lehet térni egy ilyen egyszeri, hogy mondjam, nagyvonalú önkormányzati támogatás kiegészítésre, de ezt most ebben a szituációban nem lehet még garantálni. Hát reméljük akkor a legjobbakat. Köszönjük szépen, polgármester úr, hogy beszámolt a júniusi képviselőtestületi ülésről. Önöknek köszönjük, hogy minket választottak, tartsanak velünk a továbbiakban is. Viszontlátásra!